Széruszer még nem más, mint a következő QA ugyanis elérkezett a március vége. i sokkal gyorsabban telik ez a, sokkal gyorsabban tik ez az év, mint kéne neki. Ebben a videóban megint csak megpróbálok abba az irányba sodródni, mint amit már elkezdtem az előzőben is, csak nem annyira volt látványos, miszerint egy kicsit megpróbálok több kérdésre válaszolni, csak azokra gyorsabban, de hogy ezt úgy, hogy közben azért megmaradjon még valahogy a mélysége és a dolognak. Szóval megpróbálok csodát tenni. Iyé! Kezdjük is az első kérdéssel. ez a kérdés egyébként. Um, azért van így különbségek kiemelve és elsőként véve, ugyanis nagyon, nagyon sokatok írt ezzel kapcsolatban, de nem a Q&A kérdés is alá. Oda konkrétan Koponya írta, hogy tudtad, hogy a Mi Kis Falunk című sorozat második év vagy nyolcadik részében egy kis rácon Sirius and Slow -mo kettes pulcsi van? A válasz nyilvánvalóan az, hogy igen, ugyanis nagyon sokan küldték el Facebookon, Twitteren és az összes olyan üzenet küldő felületen, ahol üzenetet lehet küldeni, azonban körülbelül ennyit tudok a dologról. Nagyon-nagyon örülök ennek, és mennyire elképesztően durva már az, hogy az ember csinál valamit, ami így szépen lassan így beszivárog így az ilyen jellegű produkciókba is, valószínűleg csak azt mondták a srácnak, hogy hozna egy olyan pulóvert, amit szeretne, aztán hozta. Nem ismerem a, 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 a srácot, ugye magát, viszont innen is üdvözlöm mindenféleképpen, és bevallom őszintén, a sorozatot sem ismertem. Egészen addig, ameddig a hetedik rész, tehát a második évad hetedik részének végén a következő rész ajánlójában fel nem bukkant a pulcsim, ugyanis ott bukkant fel először. Na ez a videó így nem lesz rövidebb. A következő kérdéssel azonnal nagyon-nagyon messzire megyünk a, azoktól az átlagos témáktól, amik ebben a Q&A a sorozatban elő szoktak kerülni. E, Kovács Pál kérdése. Szia Viktor, ez lenne a kérdésem, hogy kezdő fixisként szabad-e szíjat tenni a pedálra? Köszi. Ez valószínűleg nagyon sok embernek nem mond semmit, a fixi és speciális bicikli ilyen nem van nekem is. Az a lényeg, hogy ha pörög a pedál, akkor pörög a kerék, ha pörög a kerék, akkor pörög a pedál. E, ami azt jelenti, hogy ugye nincsen hátul. Semmilyen mechanika arra, hogy az agy és a fogaskerék külön tudjon egymástól mozogni. Ennek vannak mindenféle velejárói. Viszont a kérdésedre a válasz az, hogy nem, csak, hogy nem csak, hogy szabad, de hogy szerintem már kapásból úgy szokd meg, hogy ott van az a szíj. A szíj nélkül nagyon könnyen átdob a kormányon, nagyon könnyen elveszted az uralmat, a bicikli felett nagyon-nagyon könnyen elveszted a kapcsolatot a pedállal, hogyha mondjuk egy lejtőn mész lefelé és, és kipörög egyszerűen a lábad alól, úgyhogy, úgyhogy, mindenféleképpen már kapásból szíjjal tanulj meg. Én rögtön az első nap felraktam, négyszer estem, viszont azóta megszoktam. Igen, jó, igen, az elején nem lesz annyira jó, elég szokatlan, elég szokatlan. A következő kérdés feltevőjének nevének pontos sorrendjével kapcsolatban vannak kérdéseim, de ugyanúgy fogjuk felolvasni, mint ahogy ahogy konkrétan Facebookon van írva. Brian Sward. Gondolom. Uh, szia Sirius uram, én alaphangon Twitchen ismertelek és uh követlek. Manapság a YouTube szférában annyira nem, mert nem szoktam ott járni. Kérdésem lenne, hogy neked személy szerint mi a véleményed a két platformról. Tudom, hogy az egyik ebben a másik abban jobb, de elvileg streamer barátabb a Twitch felülete, de te mégis a YouTube mellé álltál, de belekóstoltál másik platform élményeibe is. Elmondod-e a véleményed ezzel a kapcsolatban? Viszont már foglalkoztam, azt hiszem ezzel a kérdéssel, hogy hasonló módon. Az a helyzet, hogy én nagyon-nagyon szeretem a YouTube-ot, mert én ott kezdtem a karrieremet, én ott építettem fel a közösségemet, én nagyon-nagyon szeretem a YouTube-ra streamelni is, ugyanis nagyon-nagyon korai időszaktól kezdve streameltem is YouTube-ra, tehát nagyon-nagyon korai időszaktól kezdve streameltem YouTube-ra egyébként, és mint mostanság kiderült, a Twitch-re is nagyon-nagyon korai időszakban streameltem, pont most túrtam elő valahonnan, a, a Twitch-es partner szerződésemet több különböző okból ö, kifolyólag egyébként, és ebben a szerződésben találtam meg, hogy 2014. januárjában lett aláírva konkrétan, ö, ami ekképesztően durva. Tehát hogy gyakorlatilag partner vagyok twitch is 2014 óta, ami azt jelenti, hogy már előtte kísérleteztem ugye azzal a felülettel. Én nekem sosem sikerült. A, azt az átütő, elképesztő, wow, Twitch a legjobb, legkirály a mentalitást átvennem magamra, mint amit mostanában egyébként az egész gamer közeg így a sajátjának tud. Nyilvánvalóan látom azokat a dolgokat, amik jelenleg jók a Twitchben, de ezek jelenleg azért jók mert, egy, mert, mert, szűk a nézők, szűkebb a nézők közönség, mint YouTube-on. Tehát meg nyilván jobbak, a felületek arra, hogy mondjuk a csetet moderáld, meg ilyenek, de hogy ezek szerintem megoldható problémák egyébként YouTube-on is, és egyébként YouTube-on is fent lehet tartani egy, egy jól működő csetet. Szóval én nekem ez a, ez a wow faktor, hogy ez mekkora királyság, ez a Twitch, ez valahogy nem jött át eddig, annak ellenére, hogy szeretek egyébként oda is streamálni, mert nyilvánvalóan ugyanazok a jó fejek ott is ott vannak, mint akik a másik helyen, akik miatt oda is szeretek streamálni. Szóval értitek, ez, ez, az én esetemben kicsit máshogy működik, mint mindenki más esetében. Azonban a YouTube a, nem a felületét tekintve, hanem a mögötte működő algoritmus tekintve olyan változásokat eszközöl, amiket, amik miatt nem érzem biztonságban magam, és én személy szerint azért is kezdtem el twitch és tartalmat gyártani. És egyébként ennek lehet záros határidőn belül ami az én esetemben mondjuk ez év vége következő veleje, ha úgy alakulnak a dolgok a továbbiakban is, mint ahogy jelenleg, hogy, hogy elképzelhető, hogy minden, minden stream anyagom átkerült Twitchre. Ez sajnos megfogalmazódott már bennem a gondolat, ami tök rossz, mert, mert gyűlölöm ezt a gondolatot egyébként, és nagyon, -nagyon szeretnék YouTube-ra streamelni, viszont nagyon komolyan bünteti a csatornámat YouTube a YouTube-a streamek felkerülése miatt. mert hogy egyéb videóimat sem osztja ki azért, mert a streameket valamiért visszasorolja jelenleg a, a csodatos platform. Mindegy, ez egy nagyon-nagyon távoli, távoli dolog, egyelőre még kísérletezek, ezek, és én szeretnék addig YouTube-ra streamelni, ameddig csak tudok, és ameddig igazából engedi a YouTube. Viszont én személy szerint, tehát hogy én, én szeretem a Twitch-et is, de csak azért, mert én szeretek az emberekhez szólni, és Twitch-en keresztül is tudok. Egyébként a felületét magát nem szeretem. Nem szeretem azt, ahová el vannak helyezve a dolgok, nem szeretem azt, hogy kinéz. De fogyasztok is ott tartalmat, de amit legfőképpen nem szeretek, és amit a legfőképpen veszélyesnek tartok, az az, hogy, hogy túl misztifikáljuk jelenleg a a, a, a Twitch-nek a szentségét, és a twitch a, a Twitchnek a tökéletességét, és, uh, és ez pár éven belül visszajuthat. Na mindegy, röviden ennyi. Következő kérdés Bogdán Tamástól érkezett. Kedves Viktor, mi a véleményed az önkéntes szervezetekről, önkéntes mentő szervezetekről, például katasztrófa védelem, stb. Egy kicsit írhattam volna a hosszabb felsorolást is, uh, a stb. előtt uh, munkásságukról, illetve szerinted milyen szerepet töltenek be itt Magyarországon? A magyarországi szerepüket nem tudom, tényleg nem tudom egyébként, nem tudom, hogy milyen gyakran hívják őket, nem tudom, hogy mennyire működne nélkülük bármi sajnos, messze menőkig nem látok bele ehhez eléggé, viszont az a helyzet, hogy minden ilyen, minden, minden önkéntes szervezet, tehát elképesztő tisztelet kéne, hogy a vezzen, mert, mert azok, akik önként segítenek, az, az szerintem egy elképesztő áldozat, és hozzá kell tenni, hogy egy Lényegesen több tisztelet járna egyébként a nem önkénteseknek, hanem hivatásosoknak is, akár a tűzoltók, akár a mentők. Van most, van most a Discordon egy mentős srác, aki szokta írogatni, hogy éppen dolgozik, meg éppen mit csinál, meg éppen hogy alakulnak, meg mi történnek ilyenek, és nyilván ugyanúgy, hogy a Discordon megy általában a beszélgetés, és és elképesztő respect, tehát hogy elk elképesztő respect. tehát az, a, az, amit, az, amit, ezek a, most tudom, hogy a mentős oldalra, meg katasztrófavédelem oldalra kapaszkodtam bele, és nem az önkéntes oldalába, de hogy mindenki, aki, aki tesz a társadalomért, uh, és ráadásul az a körülménye, hogy azok a körülmények, hogy most dolgoznak, uh, elképesztő nekik, annak ellenére egyébként, hogy nem, 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 látok, nem látok ugye bele nyilván ennél jobban, mint amit most meséltem, de, de mindenféleképpen olyan tisztelet jár nekik, amit, uh, amit jelenleg nem kapnak meg, messze nem kapnak meg. Tasnádi Bálinti a következő kérdés. Itt a monetizáció levételéről a készített videót kapcsán felmerült bennem a kérdés, hogy szerinted eljutunk valaha oda, hogy értelmes vita kultúránk legyen, hogy ahelyett, hogy a másikat támadjuk személyében és köpködünkre inkább egymás érveit, megértve próbáljuk előre mozdítani a társadalmunkat, valamint szerinted ezek kapcsolatban nem gondolkoztál még rajta, hogy csinálsz magyarosi egy közös videót erről a témáról, szerintem sok dologban egyezik a véleményetek, és végül egy szintén ide kapcsolódó kérdés, hogy te elmész szavazni, nyilván nem megyek szavazni, ha esetleg nem láttátok ezt a videót, ezt a monetizációval kapcsolatos videót, ezt tudom ajánlani, de valami szintén, hogy nincs így az életemben olyan videó, amire annyira büszke lennék, mint konkrétan arra, és annyira büszkén raktam volna ki, mint konkrétan azt. É Nyilván nem megyek szavazni. A, a jelenlegi irányba, hogy haladunk, soha nem lesz ilyen, ö, ilyen társadalmi kommunikációs szint elérve, hogy tudjunk beszélgetni így normálisan egymással a dolgokról. Viszont én hiszek abban, hogy hogy egy, először is megváltozik gyökeresen minden, é, é, mert hogy sajnos szerintem ez kell ahhoz, hogy ez megtörténjen, és aztán viszont kialakul ez. A közös videóval kapcsolatban pedig én Magyaros Csabának a munkásságát elképesztően tisztán nagyon-nagyon jók a videói, régen nagyon-nagyon gyakran néztem, és mostában annyira nem be valami szintén. Jó régen sem néztem naponta, de hogy azért sokkal gyakrabban néztem. Tetszik a stílusa, szeretem, hogy csinálja egyébként a tartalmakat, viszont nekem a közös tartalomgyártás az mindig egy először kialakult személyes kapcsolat után vetődik fel az ötlete. Erről pont most beszéltem egy Minecraft streamben, hogy én nem keresek úgy együttműködést, vagy nem keresek úgy közös videóhoz partnert, hogy Szerintem vele hasonlóan gondolkozunk dolgokról, hogy csináljunk meg közös videót, én ebben nem hiszek. Ha valamikor úgy alakulna a helyzet, hogy leülnénk egy asztalhoz, sörözgetnénk, beszélgetnénk, ami nyilvánvalóan nehéz lesz, mert nem járok el az ilyen gálákra, meg ilyesmikre. Egyébként hozzá kell tenni, hogy nagyon erősen okkal nem járok el gálákra és ilyesmikre. Köztük erre a videós gálára, ami most volt ide elvi okokból nem járok el ilyenekre, és mint ilyen valószínűleg limitálódik az is, hogy egyszer csak leüljünk véletlenül egy sörre. Úgyhogy emiatt nem feltétlenül látom ezt valószínűnek. Perényi Ferenc kérdezte, korábban mesélted, hogy volt egy pár éves rossz időszakod, hogy kerültél bele és mi segített kijönni belőlem? Nem tudom pontosan, hogy melyik rossz időszakra gondolsz, de ha pár éves rossz időszak, akkor az valószínűleg a gimnáziumi éveim alatt történt kalamajka volt alapvetően egy több lépcsős folyamat volt, hogy ebbe a rossz, e, itt nem kell, rossz, nem kell rosszra gondolni, tehát nem így drogoztam, ittam, meg ilyenek, hanem hajnali háromig gördeszkázni voltam inkább, mint, mint aludtam, meg nem nagyon tudtam aludni, meg Alap, alapvetően ez egy rossz időszak volt, de nem az ilyen aktív droghasználó, leromlanak a jegyei, bármi ilyesmi fajta rossz időszak, hanem egy lelkileg nagyon-nagyon nehéz időszak, amikor nagyon-nagyon egyedül éreztem magam, nagyon... Kiszarultam a világból. Ettől függetlenül nyilvánvalóan azt, amit én kötelességemnek éreztem, azt ugyanúgy teljesítettem, és ami, ami elveimmel ütközött, azokat ugyanúgy nem csináltam, tehát nyilván nem nyúltam drogokhoz, viszont teszem azt nagyon, nagyon, durván elmélyedtem a nagyon kemény vonalas punk zenében, meg ilyenek. De hogy ez nyilván, ez nyilván nem egy ilyen jele, nem egy ugyanolyan jellet, csak mindenki máshogy küzd meg, mit tudom, én tényleg egész éjszakákon át voltam bringázni, ily ilyesmi. Tehát, hogy nálam, nálam ez így így lett kezelve. A hogyan kerültem ebbe a dologba, ez egy izgalmas kérdés, ugye nyilván én először nem abban a gimnáziumban lefettek fel, ahova először felvételiztem, vagy első helyen, akkor ott egy kicsit furán éreztem magam emiatt abban a gimiben, és emellé jött az, hogy akkor váltak el a szüleim, amik nem volt, nem volt egyáltalán egy ilyen meglepő dolog, tehát nem arról van szó, hogy meglepődtünk azon, hogy ez meg fog történni, évek óta lehetett tudni, évek óta lehet egy sejteni, sőt évekkel korábban meg kellett volna, hogy történjen, de hogy ettől függetlenül akkor, akkor történt meg, én nem kezeltem nagyon könnyen azt a helyzetet úgymond, és ott egy ilyen teljesen ilyen értékrendi válságba csöppentem, és, és nagyjából ennyi. Hogyan sikerült? Hát nyilván először is a szonypajtás pajtás segített, ugye mi akkor tájt, ez időszak alatt jöttünk össze először, nem, is először, mert akkor tájt jöttünk össze, és azóta együtt vagyunk. És ezen kívül pedig végül a videózás volt az ami ami szerintem teljesen helyrerántott. Illetve a videózás első éveiben uh, volt egyszer, hogy egy nagyon jó nyári munkám volt egy uh, bicikli szervizben. És ezek azok, amik helyrerántottak konkrétan. De a csator, 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 csatorna volt az, ami végleg helyre rakott, és végleg visszarakott arra az útra, hogy tudjam, hogy... Uh, hogy, hogy mit is, mit, is, akarok kezdeni magammal, vagy hogy jó vagyok valamire. Inkább, inkább, ez, inkább ez, mint az, hogy mit is akarok kezdeni magammal, mert ezt azóta is tudom. Bóta Tíma! Következő kérdésünk írója. Uh, mit gondolsz az olyan a magyar videósokról, akik külföldi videósokat és a videóik, uh, videóit és index képeit lopják el, és a sajátjukként tüntetik fel, és kihúzzák a három perces videót, 10 percesre, hogy be rakni uh, <laughs> az a helyzet, hogy... Uh, Mind, mind, minden évben mondjuk valamire, hogy a legalja. Én, én egy pár éve nem mondtam, én, én nem igazán mondtam eddig semmire, hogy a legalja, mert semmire nem éreztem azt, hogy a legalja. Én, ne, én erre azt érzem, hogy ez a legalja. De a jövőre majd kiderül, hogy nem. De ez, ez vállalhatatlan, vállalhatatlan. András Bence kérdése, ti hogyan ünneplitek a húsvétot? Wow, milyen aktuális kérdés! Valószínűleg ezért kérdezte. Milyen különleges családi hagyományaitok vannak, és egy kicsit különálló kérdés. Mai szemmel néz, milyen az első videód. Wow, én csak az első kérdést lettem, amikor ezt kiemeltem. A milyen az első videóm, szerintem tökre vállalható. Persze fura a hangon, fura a mikrofon, fura, amit mondok, és elképesztő hibák vannak benne. Viszont így utólag visszanézve, szerintem teljesen vállalható az első videóm egyébként. A húsvéti hagyományokkal kapcsolatban pedig olyannyira jó vagyok húsvéti hagyományokban, hogy konkrétan hétfő reggel van egy meetingem. Nem, nem tudom, hogy ez munka, munka e Kitaláltunk egy projektet dévvel, amiről még nem beszélhetek egyenlőre, de elképesztően vicces lesz, a sikerül. Ilyen charity jellegű dolog, de egy kicsit ilyen nagyobb koncepció. És ezzel kapcsolatban megyek egy, megyek egy, egy nagyon kedves ismerősömmel beszélni. Úgyhogy... Úgyhogy ennyi, ennyire tartunk húsvéti hagyományokat. Bálint Kristóftól is érkezett ez a kérdés, meg másoktól is, ha egyszer fejlesztetnél egy játékot, akkor miről szólna, és kiket bíznál meg a fejlesztésével, a, nem tudom, hogy kiket bíznék meg a fejlesztésével, erre a részére nem tudok válaszolni a kérdésnek. Nagyon-nagyon sokáig egy youtuber szimulátort szerettem volna csinálni, ami sokkal szemléletesebben mutatja be az egésznek a fejlődését, és sokkal, sokkal mélyebbre megy, hogy egy kicsit segítsen megérteni ezt a világot a kívülállók számára. Viszont... Eh, az helyzet, hogy egy ilyen játékra lehet, hogy még mindig lenne szükség. Eh, viszont ez valószínűleg sosem fog megvalósulni, illetve azóta készültek már ilyen youtuber szimulátorok, meg ilyen clicker játékok youtuber szimulátor néven. Szóval így nagyjából, nagyjából ilyesmik már készültek, így nem vagyok benne biztos, hogy ez annyira... meg most már nem is annyira aktuális, ezt jó pár évvel ezelőtt akartam egyébként megcsinálni Uh, nyilván a megfelelő mélységig elkészült játék még mindig érdekes lehet, de hogy... Uh... Szórakoztató valószínűleg nem. A másik viszont, amit nagyon, -nagyon szeretnék, és ami egy nyilván közelebb van ahhoz, hogy meg is valósuljon, az egy jó Tower Defense játék telefonra. Mert mint tudom, hogy van egy csomó Tower Defense játék telefonra, én nagyon szeretem a Tower de nincs olyan Tower Defense, ami, ami nekem maradéktalanul tetszene. Úgyhogy azzal kapcsolatban van jó pár ötletem, mert ezzel kapcsolatban egyébként ezen azon is gondolkoztam, hogyha valamiért megtanulnék, vagy valamiért elkezdenék foglalkozni így programozás valamilyen szintjével, akkor az az lenne, hogy össze tudjak én kattingatni egy ilyen játékot, ami sajnos nem ennyire egyszerű, de ettől függetlenül ezt az álmot még, ezt az álmot még dédelgetem. Nem tudom, mond valamit nektek, de volt régen egy Bubble Tank nevű tárreferenzi játék, az még ilyen flash játék volt. az el nem tudom kezdeni, ezt miért nem csinálták meg soha mobiltelefonokra. Ha igen, akkor szóljatok. Nem mindegy. Szóval ez az a kettő dolog, amin gondolkozom. Egyébként nem nagyon gondolkozom játékfejlesztésen. Nyilván Nyilván tök király lenne, ha lenne a csatornának egy játéka is, de valószínűleg csak gazdasági szempontból lenne tök jó, úgyhogy annyira nem is fontos. Polgár Benjamin kérdése, uh, mit jelent szerinted gamernek lenni, mi kell ahhoz, hogy valaki gamer legyen? Szerintem szeretni kell játszani, és ennyi. Én nem hiszek ebben a telefonon játszókozók, nem gamerek. Ja, az, az pretty casual, amiket a telefonon lehet játszani, viszont ők is szeretnek játszani, és a szabad ők is játszanak. Úgyhogy szerintem ennyi, és szerintem nem kell ennél több. Simon Boglárka kérdése a következő, mi motivál a videózásban? Vannak, uh, vannak ilyen nagyon, uh, nagyon erősen pozitív visszajelzések, általában e-mailek formájában, vagy személyes találkozásokkor, hogy, hogy felnéznek rám az emberek, hogy szeretik, amit csinálok, hogy átsegíti őket a, a nehéz napokon, és amikor nekem nehéz napjaim vannak, akkor ezekre gondolok és akkor az ilyen tök jó, és lehet csinálni tovább. Borbé Csilla kérdése a következő. Mi az a probléma, amit hiába lépsz túl, mindig újra és újra megjelenik, és nehézséget okoz, és hogyan kezeled? Ez szerintem az én esetemben a halogatás. Nagyon-nagyon hajlamos vagyok, nagyon-nagyon hajlamos vagyok halogatni azokat a dolgokat, amiket nem szeretnék megcsinálni, sőt, gyakran azokat is, amiket szeretnék megcsinálni, csak vannak olyan része, amiket nem szeretnék megcsinálni. Tehát például felvenni egy videót, ami az át kell pakolnom az egész stúdiót, mert nyilvánvalóan egyébként ott kéne lenni a lámpáknak, és ebbe az irányba világítani, és most meg ott vannak a lámpák, és ebbe az irányba világítanak, úgyhogy matematikailag kijöhet, hogy ez át kell rendezni dolgokat. Szóval, hogy én, én nagyon, nagyon erősen képes vagyok halogatni, és ha egyszerűen megfognám és csinálnám, és, és azonnal megcsinálnám, akkor valószínűleg is sokkal, sokkal több mindent tudnék megcsinálni egyszerre. Tehát, ha például ezt a mai videónak a felvételét, ennek a mai videónak a felvételét nem halogattam volna, és Elkezdtem volna akkor, amikor akartam. Egyébként vagy négy órával korábban, mint ahogy elkezdtem végül. Akkor valószínűleg simán lett volna időm este, ha nem is úgy igazán este, de késő este, mondjuk egy ilyen 8 fele 8 után valamikor el tudtam volna kezdeni streamálni, ami most nem vagyok benne biztos, hogy sikerülhet. Nagyon sietek, de nem vagyok benne biztos, hogy sikerülhet. És ez a halogatás az, ami ez viszont nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hosszú ideig tudnálom tartani. Tehát, hogy, hogy vannak, vannak együttműködéseim, amik azért maradnak, maradtak abban, mert olyan sokáig nem válaszoltam egy e-mailre, hogy már nem merek. Vagy voltak, tehát, hogy én nekem ez egy nagyon-nagyon komoly probléma. Mondom, főleg azokkal a dolgokkal, amiket nem szeretek e-mailekre válaszolni, nehéz e-mailekre különösen. Vannak, tudjátok, ilyen üzleti megkeresések, amik amelyekben bele kell állni, és azt kell mondani, hogy, hogy valami baj van, vagy azt kell mondani, hogy valami nem működik, vagy azt kell mondani, hogy ez így nem fog menni, vagy azt kell mondani, hogy hülye vagy ember, és akkor értek ebbe beleállni. Nagyon nehéz, és én ilyenkor nagyon sokszor nem szoktam egyszerűen válaszolni, és ez azért baj, mert egyébként meg simán összejöhetne, mert egyébként simán lehet, hogy vevő lenne a másik fél arra, hogy megmondjam. Szóval értitek, ez, ez ilyenekkel kapcsolatban, vagy nehezebb videók felvételével a politikai videót hetekig halogattam. Hogy jaj, majd lesz jobb, jaj, majd lesz jobb alkalom, jaj, majd lesz jobb alkalom, jaj, majd lesz jobb alkalom, most egy picit, mintha fáradt lennék, jó közben egy hétig beteg is voltam, de hogy ezt a politikai videót, ezt március elejétől halogattam, március végéig majdnem és, és azért az, szerintem azért az elég para. Ezt, van, ezt rendszeresen legyőzöm egyébként, és rendszeresen, és akkor tudom tartani egy-két hétig, és aztán történik valami, nem sikerül felkelnem időben, általában ez, ami nyilván nem annyira nehéz, mert nem nagyon sikerül aludnom este. Szóval nem sikerül felkelni időben, vagy nem nem jön úgy ki valami, vagy ki kell mennünk mondjuk a 17. kerületbe is intézni, mint az kapcsolatban, és akkor valahogy így ki klikken, ez a dolog, amit sikerült visszakattintanom a helyére, és akkor, és akkor utána megint egy csomó meló, mire sikerül rendesen. És akkor ezzel próbálok mindenféle ilyen, ilyen menedzser, időmenedzser dolgokat, eszközöket használni, nem tudom igazából se, én ezt meg nem sikerült megoldanom. Ha van valakinek ötlete ennek a megoldásával kapcsolatban, akkor komment szekcióba kérlek, mert Para. <laughs> Eke Judit kérdése. Sokszor esett szó már a youtuberek hatására a nézőkre. Találkoztál már olyan néződdel, akinek a beszédében felismert egy saját, vagy más tartalomgyártó gesztusai teljesen egyértelműen, és nagyon-nagyon furcsa érzés. Nagyon-nagyon furcsa érzés, viszont teljesen, teljesen. Az, hogy a gondolatokkal találkozok, az egy dolog. De az, amikor ténylegesen szófordulatokkal, gesztusokkal, kicsit ez olyan, mintha magammal beszélgetnék, és nagyon-nagyon furcsa. Nagyon furcsa. Hála az égnek nem annyira gyakori mostanra, amikor régebben kevesebben voltunk videósok, akkor annak a kevesebb videósnak lényegesen erősebb volt a hatása. De most is vannak videósok, akiknek a hatása nagyon-nagyon durva. Tehát mondjuk Zsozének José, a, a szófordulatait nagyon gyakran visszalom, Főleg úgy, hogyha vele beszél valakit, tehát nyilvánvalóan nem úgy, hogy nekem azért viszonylag ritkán mondják azt, hogy csap ki. De hogy egyébként. Ez, ez, viszonylag, viszonylag gyakran, gyakran visszajön. És egy nagyon-nagyon furcsa érzés. Károly Tamás a Rábai kérdése a következő. Mi volt eddig életed legnehezebb döntése, amit muszáj volt meghoznod, ha egyáltalán volt ilyen? A muszáj az pontosé. <laughs> Jó, nyilván ezért vagyok erre ennyire büszke, mert ez az egy szó, amit tudok, hogy hogy kell leírni magyarul. Ez az egyetlen egy szó, és, és, és ezt, ez ilyenkor mindig muszáj. Tudjátok, ez tipikus az, amikor megy valami, akkor ezt nyilván mindig meg kell mutatni, mert ez az egy dolog, ami, ami megy. nem mindegy. a legnehezebb döntés, a... én nekem nem, nem nagyon nehezek a dö... nem, 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 nagyon voltak nehéz döntéseim. Tehát nem, nem kellett még olyan döntést hoznom, hogy, hogy asszony pajtást tud-e enni, vagy vagy én tudok enni, vagy, vagy nem kellett még olyan döntést hoznom, hogy pajtásnak tudok gyógyszert venni, vagy magunknak kaját. Érted? Tehát ilyen igazán kemény döntéseket még az életben nem kellett hoznom, illetve nagyon rossz, nagyon-nagyon rossz, tudom, nagyon-nagyon rossz a Tokyo Drift-tel <laughs> például, a Tokyo Driftben ben hangzott enyém, nagyon szeretem azt a filmet, kövezzetek meg nyugodtan, ehm, látom a hibáit nem erről van szó, csak nagyon szeretem. Ehm, abban hangzott el, hogy valahogy így magyarul, hogy élni könnyű, csak döntéseket hozol, és soha nem nézel vissza, vagy valami ilyesmi volt a lényeg egyébként a gondolatnak, és engem ez igazából nagyon-nagyon megfogott. Úgyhogy én nem tudok olyan döntést mondani, ami amit nehéz volt meghozni. Nyilván nehéz volt meghozni a döntést, hogy költözzünk el otthonról, mert minden rendben lesz, nem fogunk kéján halni, viszont asszony Pajtás írt egy 3-4 áper 4-es oldalnyi ilyen költségvetési számítást, hogy ennyi a bevételünk, és tételesen leírta, hogy miket kell venni havonta, Euh, amik között szerepelt én is, hogy tejföl, mert hogy én azt nagyon szeretem, és akkor az biztos, hogy venni kell. Tehát, hogy nem kell lemondani sem igazából nagyon komoly kényelmi dolgainkra. És amikor ugye ez megtörtént, akkor onnantól már nem volt nehéz döntés. Nyilván nagyon, -nagyon nehéz döntés volt otthagyni az egyetemet. Viszont euh, Viszont az helyzet, hogy marhára nem volt nehéz. Nem, szóval nyilván nagyon nehéz döntésnek kellett volna lennie ott hagyni az egyetemet, de annyira egyértelműen tudtam, hogy ezt kell tennem, attól függetlenül, hogy ez a jó megoldás, vagy nem ez a jó megoldás, ezt kell tennem, különben megőrülök, ahogy, hogy végeredményében nem, az sem volt nehéz döntés. Szóval így igazából biztos nehéz, tehát nehéz döntésnek kellett volna lennie mondjuk, amikor Mátéval úgy döntöttünk, hogy ő kiszáll teljesen még névlegesen is a csatornából. De az a helyzet, hogy technikailag ez, ezt a témát, ezt, ezt ő, ezt ő hozta fel. És innentől kezdve nem volt ez sem. Tehát, hogy nem tudom, én nem találkoztam még igazán nehéz döntésekkel. Vagy ami döntések nehéznek kellettek volna lenni, ígyük azok, azokat valamilyen körülmény miatt viszonylag könnyen meg tudtam hozni. Vagy meg tudtuk hozni azokkal, akik még érintettek benne. Szóval... Na mindegy, ennyi kérdéssel készültem ebben a mai videóban nektek, abban az esetben, hogyha esetleg valamilyen oknál fogva nem volt közte a ti kérdésetek, akkor egy percet se csüggedjetek, lehet, hogy azért volt, mert mostában nagyon sokat beszéltem erről, nagyon sok politikai jellegű és nagyon sok oktatással kapcsolatos kérdés érkezett, ami ilyen témákkal kapcsolatban már szerintem elég sokat foglalkoztunk az előző Q&A-ben is, meg úgy alapvetően is, és az a helyzet, hogy ezekben a témákban már nem érzem magamat, azoknál a megnyilvánulásoknál mélyebben szakértőnek, mint amilyen megnyilvánulásokat eddig láthattatok tőlem. Illetve ha valakinek kimaradt a kérdése, az nyugodtan esetleg térjen vissza a következő hónapban, mert simán lehet, hogy akkor meg be fog férni. Jövő hónapban megpróbálok egy kicsit rendezettebben, egy picit rendezettebben csinálni a dolgot, valószínűleg egy emlékeztetőt is be fogok állítani magamnak, hogy ne így az utolsó pillanatban kelljen már összekaparni ezt az egész videót, kirakni a kérdések. Ó, oh, ide gyorsan jöttek a kérdések, mert úristen, úristen, megint elfelejtettem, hogy a hónap vége van. Szóval ezt megpróbálok egy Kicsit máshogy csinálni, és az a helyzet, hogy megpróbálok majd egy kicsit összeszedettebben, előre megírni a válaszokat a kérdésekre, és akkor megnézni, hogy ezzel rövidebb lesz a formátum. tam Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, és külön nagyon -nagy szépen köszönöm azoknak, akik támogatják a Patreonon is a munkásságomat, és ezzel lehetővé teszik, hogy... Hát, hogy az ilyen hülyeségeimnek, mint például egyébként a monetizációs uh, videóban elhangzottak, az ilyen hülyeségeim ellenére sem halljak éhen. Ez egy nagyon-nagyon király dolog, ez egy nagyon-nagyon király dolog. Nagyon, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, nem csak erre ismét találkozunk. Sziasztok! Ó, és a tetszett, nyomj egy lájkot!